És megtanítottam őket, hogy céluk legyen, hogy tudjanak küzdeni, és legyen hitük. Élete történetét és a gyerekek nevelésének fontos elemeit mondta el a Zöldmező utcai iskola pedagógusainak és diákjainak az ismert és elismert egykori állami gondozott cigány származású tanár, Lázár Péter, aki 23 évvel ezelőtt összegyűjtötte a Tanyabokrokban élő iskolából lemorzsolódott gyerekeket a Nyírségben, és a hagyományostól eltérő módszerekkel kezdte tanítani őket az iskolában, majd a szülőket bevonva létrehozta és elindította a Kedves Ház kollégiumot, ami ma is és a felzárkóztatási programokkal példaértékű. Lázár Péter olyan pedagógiai programot dolgozott ki, amiben az élményszerző tanulás és tanítás áll a középpontban. Mindenért küzdeni kell, anélkül nem érem el, bemúl-e ölembe, így gyerkenyél, küzdeni kell azért. Lázár Péter tanulságokat, örök igazságokat tanított Keszthelyen, bevonta hangulatos órájába a közönséget is, megmutatva, hogy a származás nem hátrány, a gyökereket ismerni kell, és hogy az erős akarat, a hit és a cél mindig előbbre visz. Azt vettem észre, hogy nagyon sokan, pedagógusok sem nagyon-nagyon tudják ezt a dolgot hova tenni, a gyerek pedig meg van zakkanva egy kicsit, hogy szégyelli, hogy cigány. Én azt mondom, hogy nem kell szégyelni, hogy valaki cigány, hanem inkább azt kell tenni, hogyha én megtanulom, és minél többet tudok magamról és erről a világról, akkor jobban tisztában vagyok azzal, hogy ki is vagyok én. A Zöldmező utcai iskola alapítványa által működtetett tanoda programjához igazítva tartotta a roma tanár az órát. A hátrányos halmozottan hátrányos, a nehéz helyzetből jövő gyermekeknek szeretnénk példát mutatni, hogy milyen lehetőségek vannak előttük, és hogy vannak emberek, akik meg tudták valósítani álmokat, és elértek eredményeket, és reméljük, hogy a példamutatás az hatásos lesz. Lázár Péter azt is bebizonyította, hogy a gyerekek figyelmét érdekességekkel tarkított órákon a tanárra és a tananyagra lehet irányítani. Ezt a gyerekek ügyesen meg is fogalmazták. Igazából minden nagyon jó volt, nekem minden tetszett. Nagyon élveztem. Lázár Pétert visszavárják az iskolába, mert valószínű sokat tud még tanítani a pedagógusoknak és a diákoknak, mert jó példa az övé, az én kép erősítésére épülő pedagógia, az együtt tanulás, valamint a módszer, a hídépítés az intézmény és a család között.